Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép szombati délelőttön. Itt van mellettem a Lucas. Éppen tartunk filmezni, éppen megyünk a helyszínre. Lefilmeztünk egy részét, egy jó nagy részét, ugye? Ja. Fönt a lakásban, ugyanis ott kellett filmezni, ott kezdtünk ma reggel egész korábban, amikor 7 óra után ébredtem fel, utána is kezdtünk filmezni. Most pedig mennyi van? 10 óra múlott, úgyhogy még időben vagyunk. Menjünk a semmi közepére, következő jelenetet, amúgy ez az utolsó jelenet. A legutolsó jelenet, hogy ezzel készen vagyunk, ami a filmben is ez az utolsó jelenet. Ha ezzel készen vagyunk, neki fog tudni állni, szerkeszteni a filmet, és hogyha minden jól megy, meg fogom veletek tudni osztani, még talán december végén. Amúgy nem tudom, hogy láttátok-e vagy nem, de most már kaptam sok e-mailt, fényképet is. Tegnap este nem másról voltam, mint a TV2 tényekben, a híradó, azt mondja, hogy ez a híradó. Nem, megnéztük, reggel megnéztük, te olyan jót nevettük, legalábbis én, meg a Lucas is, ja, ő is benn volt, feleségem is, a Davis is. Érdekes volt. Én nagyon örültem. Érdekes volt magamat látni a tévébe, és na minden. Aki nem látta, megnézhetitek a TV2-nek a weboldalán, a tények weboldalán. A csomagolásról volt szó, tehát a beirat, hogy csomag szót, vagy csomagküldés, vagy késés, megtalálsz. De, na, majd lehet, hogy mutatok egy részletet. Most menjünk, mert ki fogunk futni az időből. El kell mennünk, hogy be fogjuk tudni fejezni, aztán hogy folytatjuk tovább. Itt vagyunk, megérkeztünk, befejeztük, képzeld el, befejeztük a filmezést, lefilmeztük az utolsó jelenetet. Úgyhogy itt vagyunk megint a semmi közepén, ahogy látod, múltkor is itt voltunk. Csak most nem a Mazdával jöttünk, hanem a Kiával, ugyanis egy másik részt filmeztünk. Ez nagyon, én szerintem vicces rész volt, rettentő vicces volt, és ma meglátjátok a filmben, majd meglátjátok. Nagyon sokszor elpróbáltam ebben a jelenetben, én voltam, ez az én jelenetem volt, tehát nem a Lucas ebben a jelenetben nem volt, de ő csak segített, nagyon sokat segített benne. Te, komolyan mondom, nem akarom leárulni, hogy mit filmeztünk, de annyit elmondtam, hogy haza kell mennem, és a feleségem nem fog örülni, szerintem egyáltalán nem fog örülni, bár tudta, hogy mire készülök, csak kicsit nem úgy alakult, ahogy gondoltam volna, de na minden. Úgyhogy, köszönöm, hogy belült az autóba, azt mondta, hogy menjünk haza. Na, te készen vagy már haza menni? Ja. Oj, te. Mindegy, a lényeg az, hogy befejeztük, végre befejeztük a filmezést, és ha nem is sikerült minden jelenet, akkor lehet, hogy majd legközelebb visszajövünk, újra veszünk egy-két jelenetet, bármit lehet, hogy nem, mit lehet, hogy más, ugye, ahol nem sikerült, de papír szerint mindent lefilmeztünk. Remélem, hogy jól sikerült. Te? Nem hagytunk ki semmit sem, biztos nem. Nem gondolom. Hát a papíron mindent megcsináltam, ami le volt írva, amiben volt a fejemben, kész van. Ahogy elég ilyen szeles itt az idő, itt vagyunk, mert látod, semmi közepén, ahogy mondtam. Tele van megint minden bogára, a Lucas azt mondta, megcsípte megint a hangya. Mi van? Alszol? Korán keltünk, mi? Úgyhogy elindulunk hazafelé, ugyanis én kezdek ijeszteni, aztán délután nem tudom, hogy hova megyünk. Hova megyünk délután? Én nem tudom. Az, hogy ilyenkor már sok helyen nem tudunk nagyon elindulni, mert milyenkor, amikor filmezünk, és a Lucas kezd fáradni, én is, nem az se az, hogy fárad, mert de nincs időnk már, hogy elmenni ugye messzebbre, mondjuk le a tengerpartra, bár ilyen időben nem is mennénk a tengerpartra. Na mire, hazamegyünk, aztán meglátjuk. Hova hangja? What? Az bogár, nem hangja, idegesítsé. Az bogár, ott kiment. Na, jön egy autó, te, milyen, hogy ez az autó nem az előbb jött. Te, hogy elhúzott, hát az hova siet? Gondolod-e? Nem mondhatod el, hogy milyen jelenetet filmeztünk, de hogy ez az autó 2 perccel előbb jön. Te! Minden hülyének nézett fel a minket. Na, induljunk! Megyünk hazafelé, és mutatom, itt megyünk el a temető mellett. Itt filmeztük a Valami Ötnek az egyik részét, látod? A temetős részét. Az öcsémmel, látod, Lucas? Mikor azt mondta, hogy volt egy szellem. Ja, amikor este itt voltunk kint a temetőbe, érdekes rész volt. Aki nem látta, az megnézheti a Valami Ötnek az egyik részében. Valami Öt az tavaly volt, ugye? Tavaly készítettük. Ilyen sorozat. Érdekes. Ja, érdekes dolgokat. Csináltunk 5 epizódot. Ja, Valami Ötöt. Valami Ötről szólt. Hogyha nem láttátok, aki nem látta, az megnézheti. Bent van a videók között. Valahol biztos, hogy bent van. Van egy playlist. Ja, benne a playlistre. Igen, oda rákadmirogot meg fogjátok találni a Valami Ötnek azt a részét. Érdekes rész volt. Nem csinálni még. Még, majd lehet, hogy legközelebb, vagy valamikor, ki tudja. Tartunk hazafelé, és láttam valami érdekeset, meg kell, hogy mutassam nektek. Ugyanis ilyet még én se sűrűn látok. Oda néz. Látod mekkora, milyen? Ez nem kamion. Ilyen billencs. Akkora a kerekette, nagyobb, mint én. Már egy kicsit ráközelítek. Ugye ezek kint dolgoznak itt a semmi közepén, és gondolom a földet viszik el.
meg hasonló ilyen sok dolgot, nagyon nem lehet látni így, hogy mekkora, ja, az másfajta az ott mellette. Van itt egy pár nagy, te, ekkora egy billencset? Az a baj, hogy benne a kerítés mögött, és nem tudunk oda menni hozzá. De Lucas, erre szeretett. Na, én komolyan mondom. Az volt egy van in the local. Aha, ez átmegy minden, olyan, mint egy monster truck, csak na minden. Az a baj, nem fogok bevenni, bárcsak be tudnánk ide menni, de a kerítés mögött van, és nem hiszem, hogy be kéne menni, mert lehet, hogy kutya van, meg őr van, meg... te... Majd egyszer legközelebb, hogy látok indít az utcán, odaállok mellé, vagy a Lucas, vagy aki velem lesz, megmutatom, hogy rettentő, egy kamion a kamerán. Nem hiszem, hogy rendesen lehet látni, de hidd el nekem, nagyon nagy. Megérkeztünk, komolyan mondom, olyan büdös a bőröm, hogy miért nem árultam el nektek, de én azt mondom, gyorsan beugrok az zuhanyba. Érezted hazafelé, Lucas? Te... Érezted, mi? Én gondoltam, nem tudjuk mondani mitől. Nem tudjuk még megmondani mitől, de majd meglátjátok a filmben. A filmben. Ja. Hozzáérkeztünk, te közel kezd felősödni. Ilyen szép idő volt, de nem tudom, mi történt. Még most is szép idő van, amúgy 33 fok volt, ha jól láttam az autóban. Na már itt hagyott a Lucas, úgyhogy megyünk. Gyors lezonyozok, aztán megebédelünk. Lezonyoztam, megmostam magamat, még mindig büdös vagyok, szerintem. Már most már én annyira nem érzem, de nem tudom, én mindig olyan fura az illatom, pedig most már befújtam magamat mindennel. Közben azért ugye a feleségem is, mondtam, vagy nem mondtam, elmentek a Davis-szel, mert itthon filmeztünk, és elmentek ide a parkba játszani. Na ugye, közben is ebédeltünk a Davis-szel, ott is egyet, haza is értünk, visszanéztem, amit filmeztünk, és elég jó lett. Nem 100%, de elég jó lett. Ugye a legtöbb részt a Lucas filmezte, és a Lucas még mindig itt tartja a kamerát, hogy össze-vissza. De tudtam, hogy úgy fogja tartani, azért felvettem körülbelül vagy 5-ször ugyanazt a jelentet, mert tudtam, hogy na mindjárt. Tehát abból már összetok valamit szerkeszteni, ugye összetok valamit vágni. Úgyhogy, le kellett cserélnem a nadrágomat, le kellett cserélnem a fölsőet, azt... Látod, ez a fölső van rajta, ezt nem cseréltem le. Ez a... Ennek nincsen semmi olyan. Na mindjárt, a gatyámat le kellett cserélni, mert az nagyon olyan büdös volt. Most meg tudod, hogy nézek ki? Kék vagyok! Látod? Szerinted megy ez a kék, ehhez a kék fölsőt? Vagy látod? Olyan vagyok, mint a hupikék, törpikék, olyan kék-kék. Nem tudom. Én szerintem nem. Na innen, én aztán lecserélem ezt a fölsőmet is. És lezonyoztam, és ezt vettem vissza, de hogy miért, nem tudom. Lecseréltem magamat, vagyis a ruhámat. Látod? Ilyen fölsőre, meg lecseréltem a gatyámat is. Látod? Na minden, én ezeket a rövidnadrágokat, ezeket a farmeros rövidnadrágokat jobban szeretem, mint azt, mint azt a kék rövidnadrágot, meg az ilyen anyagos rövidnadrágokat. Nem tudom, hogy miért, mit csinálsz, ami itt a nyűszés. Mi? Hova megyünk? Valóban biztos? Ami kezd felrősödni, a végén megint első lesz délután, bár mondtak záporokat a hétvégére. Mi nyűszi? Fürdeni nem megyünk, az biztos. Az úszóvenenciesen megyünk le, pedig úgy mondtuk, azt beszéltünk, hogy lehet, hogy később lemegyünk, de nem hiszem, hogy lesz belőle most már valami. Mit csinálunk? Oda lecsücsülünk. Elmegyünk, és valamerre körbenézünk, valamelyik bevásárlóba valószínű. Ott jól le vannak ütve a bevásárlók mindenhol, úgyhogy lehet, na, sétálj. Ne. Ott, na, most a Davis filmezik. Rendben van. Úgyis sokan kérdeztétek, mikor fog a Davis vlogolni, meg filmezni, úgyhogy most ő tartja a kamerát, ő beszél, látod, itt a két kezem, itt. Ő tartja. Ja, de kellem, de ne közel tartsd a kamerát a fejedhez, mert nem fognak semmit látni, csak a nagy szádat. Ja. Oda nézd, látod, hogy vannak az autónak a hátulján, ott az ablakra, az a fehér valami, Lucas, látod? Ilyen fehér valami, várjál, próbálok kicsit ráközelíteni. Nem tudom látni-e, vagy nem látni. Ott. Látod? Az öcsémmel nem tudjuk eldönteni, hogy mi lehet az. Láttuk egy pár autón, az öcsém azt mondja, hogy ez bérelt autó, és csak a bérelt autókra rakták ezeket rá valami oknál fogva, hogy be tudják őket szkenelni, ugye amikor visszaviszik, vagy elviszik, hogy könnyebb legyen, vagy nem tudom. Eddig mi erre jutottunk. Ha valaki tudja, hogy az micsoda, ide a videó alá nyugodtan megírhatjátok, mert ahogy mondtam, nem tudjuk eldönteni. Lucas, szerinted mi lehet az? Én nem tudom. Én sem tudom. Néztük az először az autó, először csak Toyotákon láttuk. Aztán utána láttuk már másik fajta úton is, tehát, na minden. Ha gondoljátok, írjátok meg. Amúgy megyünk nem más, mint a bevásárló felé, éppen megálltunk. Ottan jönnek ezek az esős felhők, de lehet, hogy meg fogunk ázni. A Davis az elég jól bírja ott hátul a hátsó ülésen. Ezzel megevett egy banánt.
Te mit csinálsz? Semmit. Csak nézelődsz. Úgyhogy, most elmegyünk, és mit csinálunk, nem tudom, körbejárunk egyet, és aztán amit gondolkodtam, akartam mondani, bár most már túl késő, lehet, hogy este lesz egy élőadás, nem máshol, mint a Facebookon, nem a YouTube-on. A Lucas nem lesz otthon, csak én leszek otthon, nem egyedül, hanem a feleségemmel, valószínűleg akkor, amikor a Davis elment már aludni. Hogyha ezt a videót nézitek, és volt, akkor már volt. Hogyha nem volt, akkor azért nem volt, mert valamiért elmaradt. De majd lesz a YouTube-on is, és egy kicsit így nehéz, mikor a Davis ugye ébren van, mert mindig tapogatni akar, meg húzogatni akar, és vele nehezebb. Na minden, meglátjuk. Mam, majd menjünk a mamához is. Na, most menjünk a boltba, ez zöldön. Merre menjünk? Felfelé, vagy jobbra felé menjünk? Nem tudod? Ilyenkor biztos sokan lesznek. Nem is tudom, hol kéne. Lehet, hogy a túloldalt kéne megállni. Nézd, mindenki sorol be ide hozzám, be akarnak jönni én elém. Ahogy ott van Broadbeach szemben, épp menjünk át a hidon. Felmegyünk ezzel, aztán megyünk egy kört, rendben van? Már kidobjuk az indexet, mi az irányjelzőt. Felmegyünk erre a hidra, vagy nem mi ez, nem is híd. Mini híd. Mini híd. Felmegyünk a felüljáróra. Aztán... Aj, te, menjél, elfordulunk a végén balra. Remélem, hogy jól döntöttünk, hogy erre jövünk. És lesz hely. Nézd, látod, mindenki arra megy felfelé. Ti azért megyünk mi egyenesen. Na, olyan neked megyünk. Arra megyünk egyenesen. És hátulról, várjál, uppaló! Hátulról fogunk bemenni. Na, jön az autó. Index balra. Mutatom nektek, nézd, átérünk még a sárgán. És átértünk a sárgán. De... Ezek hova mennek ezek az autók? Na, ez a parkolósár. Beállunk ide a Porsche mellé. Látod, milyen terepjáró? Oh, ezt az autót inkább sportautóba fogadnám el, mint terepjáró. De azt mondja, nekem most jel az autót belülről. Látod, tiszta koszpor. Na minden, úgyhogy menjünk. Hozzuk, nem hozzuk, gyaloglunk, sétálunk. Sétálunk? Menjünk. No. Ez tudod micsoda? Jó, egy kamera. Ja, ilyen fényképezőgépes. Jön a... Ez mindjárt kinyomja, nem? Ez olyan fényképezőgép, hogy mindjárt kinyomja? Nem, ez nem olyan, azt hittem. Ne. Múltkor azt nézegettük. Ezek csak sima egy gyerek fényképező. Hát ez micsoda? Te... Bele van építve a sapkába a fülhallgató, oda nézem. Star Wars-os. Te... Mit ki nem találnak? Na én azt mondom, hogy a Davis sír. Mit találtál? Ha nézd mekkora a Tinder csak. Ebben van játék szerinted, vagy mi van ebben? Maxi méretű. Megyünk. Ó, nézd, annyi maci van itt. Karácsonyi maci. Mindenféle maci. Aztán vannak itt zokni, ki lehet őket pakolni, aztán ha jó vagy, a Mikulás hozd vele valami. Nézd, csoki ház. Látod a csoki házat? Ez a fára megy szerinted, vagy pedig? Az nem ház. Ugyan... De szép. Ja, ez a ház. Odani, ez a ház. Azt nem tudom, hogy lehet. Biztos meg tudod enni. Mondjuk huki. Ja. Van itt kinder. Ez micsoda? Disz. Te, ez a film nem volt már a moziba? Vagy csak játékot láttuk? Mert azt mondja, hogy... Ja nem, a játékot lehet most megvenni, ugye? Ez jó volt ez a film? Vagy nem is lát? Nem lát. Na mindegy. És szerinted jó vagy nem jó? Nem néztem, mit mondta akkor. Nem? Na mindegy. Nem gondolom, hogy jó vagy. Hova megyünk? Akarsz fagyit enni, vagy valamit? Mi? Fagyit, vagy valamit? Fagyit. Rendben van. A Davis meg olyat eszik, látod? Várjunk a feleségemre, amint kijön, megyünk fagyit enni. Hozzáérkeztünk, közben mentünk a szüleimhez is. Mit hozott Davis? Davis, mit hozom magaddal? Fésült! Szeret fésülködni. Ja, szép hosszú hajad, mi van, engem akarsz fésülni? Na, gyere! Nekem nincs sok hajam. Gyere, nyuszi. Mi van, beittál? Mit csinálsz? Ja, ez a mami fésülje amúgy, feleségemnek a fésülje. Úgy, te, hogyha hosszú hajam lenne, mit csinálsz? Ami szeret vele kalapálni is, nem csak fésülni. Úgy magad, látod, tiéd magadat meg lehet fésülni vele. Szóval, hogyha a Davis elalszik-e elég korán, és tudok élőadást csinálni, akkor volt élőadás, bár mondjuk már ti biztos, hogy láttátok, ahogy mondtam, valószínűleg a Facebookon lesz most élőadás. Mit csinálsz? Azt ne vedd a szádba, te nyuszi, az fésű.
A Facebookon lesz élőadás, és legközelebb valószínűleg majd a, nálatok a karácsonyi szünetben, amikor lesz élőadás a YouTube-on is, hogy ugye több ember meg tudja nézni, csak a YouTube-ot be kell állítani, a Facebookon már csak egy gombnyomás, és puff, már megy az élőadás. Ugye kicsit könnyebb, azért gondoltam, hogy a telefonomon keresztül a Facebookon majd csinálok egyet, hogyha a Davis úgy alszik el, amit ugye nála sose lehet tudni. Most valamit éppen húzogat. Mit csinálsz? Mit raktál? Beleraktad a fésűt, gyönyörű. Úgyhogy ezt a mai videót én itt most lassan befejezem, ugyanis elmegyek és gyorsan megvacsorázok, megfürdetjük a Davist, aztán elmegyünk aludni, legalábbis a Davis remélhetőleg. Úgyhogy, oda nem ásszál, nyuszi, te! Úgyhogy, mára ennyit mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól, hogy mikor nézitek, ugye, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!